Jó reggelt, hogy gyakorok itt Karvaj, ismét egy kis World of Tanks-tel, egészen pontosan általatok beküldött, aztán pedig megválaszt a tripléjekkel. De mielőtt belekezdenénk egy kis változtatás ezekkel a beküldött tripléjekkel, eddig ugye minden héten három replayt mutattam be, amit megválasztottatok 15 járműből, amiket kitettem szavazásra, beküldött tripléjek alapján, 15 jármű, és annyiban változtatnám ezt meg, hogy kettőt választanék, az elsőt és a másodikat. Kevesebb járműből, viszont heti két alkalommal, így remélhetőleg, vagy hát elméletileg többféle tankot tudnék bemutatni, illetve a szavazások is gyorsabban zajhatnának le, meg egyszerűbb is lenne, mert jelenleg ugye 15 járműből választani, a felére általában senki sem szavaz, picit több jármű kaphatna figyelmet a csatornán, ha így értitek. Nos, ennyi elég is lesz ebből. Ja, BTF E100, Vestia, Szörnyszülött, egyébként egy borzasztó ronda tank, nem tudom, ízlések és pofonok. iHawk Hun, akitől korábban egy Object 140 replayt már megmutattam, HR-re, szakaszban Zola 96 és Idol-lal, Siegfried vonalon, normál ütközet, Tier 10-es sata, bár nincs túl sok Tier 10-es, szóval itt komoly szerepet kéne vállalni a csapat csatákban majd, pláne egy Waffenträger E100-zal ugye. Ha jól látom, a 128 millis ágyú van rajta, 128, ez azt hiszem 128 a Jagdtiger féle. Viszont 6 lövése van, a lövésenk között kb. 2 vagy másfél másodperc idő telik el, célzás ideje szinte nincs is. Iszonyat pontos, nagyon nagy átütéssel és 540 átlagsebzés talán valahogy a körül lehet, azt hiszem. Az Zola 96 már ki is nyírta a VK2801-et, viszont mi buktunk egy Jack Panther 2-t. Hirdetve most egy Lori 40 tonnát, és a városban már elszabadultak az indulatok. Wow, ez aztán... három lövés volt a T-34. Igen, a Waffenträger E100 az olyasmi, mint a FV215B183 balansz volt. Csak az ugye egyetlen lövésből ad le 2000-nyi sebzést körülbelül, hogyha aranylőszerrel lő valamilyen tankot frontból, nem pedig lánctalban keresztül, akkor pláne, ugye hash-lőszere van. Ez pedig egy tárból lő kb. 3000-et. Sos 1015-ről sikerült lapattani, elég lagos a replay sajnos. Nem láttam pontosan, hogy hol lőtte meg a 1015-öt, gondolom, hogy talán a frontját oldalból, aztán extrém szögben találta el. Ezt alatt potoltuk szélen, 1015 van még mindig középen, most a túloldalon egyedül nem látunk sok minden, mert amúgy rengeteg nehéz tank van most, hogy elnézem, az összes tier 10-es ellenséges tank, beszállítva a tüzérséget, nehéz tank. Jó sok HP-s németek főleg. Ja, igen, és ugye, ha egyszer kifogy a tár, vagy őslete újra kell tölteni, mennyi idő az újratöltés, nagyjából egy perc. 50 valami másodperc, azt hiszem. Ekkora tárat újra tölteni, viszont hogyha betöltött, az E100-et képes lenne megölni talán egy tárból, mindig átüti. Hasonlom ez, beütötte. Első, második, harmadik, negyedik lövés, ugye mások is sebezték. Így kettő lőszerű még meg is maradt, és az E100 meg is semmi, sőt, esélye nem volt. Azt kell tudni erről a VTF E100-ról, hogy ugye sebzésben, egy tárból sebzés, ennek a legnagyobb a játékban. Legalábbis én úgy sejtem, nem hiszem, hogy bármi megelőzné ezt. Lehet rátenni szeretem és ágyút is, viszont annak ugyanúgy, mint az E100-nak csak 2-35 mm átütése van. Amit Tier 10-es TD-nél nem valami előnyös, illetve egy tárból a sebzése valamivel kisebb, mert csak 3 lőszer tárol, azt hiszem 3-at mindegyikben 750 átlag sebzéses lövedék. És... szegény ilyesétek is annyi még a megmaradt lőszerünkből. És átszállás terén ez a jármű nincsen átszállása, ami láthatjátok hatalmas, egy E100 alvázon egy még nagyobb torony, ami 10-valahány vagy 20 mm ez a vastagsága, tehát hiába egy E100 páncélattal bír a teste. A teteje tornya, nevezhetjük toronynak, mert végül is ez egy tornyozott TD, teljesen követett forogni. Nincs előtte semmiféle páncél, és hogyha repesz lövedéket kap, akkor több legénységi tag meg is halhat. Hatan vannak a járműben, két töltős ugye.
Átszázása pedig addig tart, amíg el nem süti egyszer az ágyúját. Utána vagy visszavonul, vagy kitároz, és elviseli a lövéseket. Végül is van 2000 életerő, ami nem kevés, egy tier 10-es TD-n. Hát olyan átlag környéki, van ennél több, például jakpanzerjelszáz, aminek ugye a legtöbb 2200-zal. 2000 HP-ból jó sok mindent ki lehet bírni, de láttam már gyorsan, nagyon gyorsan eltűnő a Fentrogerjelszázakat is. Maus valamiért a testünket lőtte meg. Így még nem sérültünk meg tőle. Érdekes, ő pedig már csak egyetlen lövés. Illetve azt a Tiger 2-t még ki is végezhetjük. Idol elkapta a mouse-t. Ez ott egy Lorraine lövedék. 510 életünket után, hol találtál minket? Ágyú mellett? Nem azt hittem, hogy ott karcolott. Hát nem látni. Hol is lőtt meg minket, de feltételezem, hogy valahol az E100 részén a járműnek, nem pedig a tornyot, mert az picit többet is sebezhetett volna. Mondjuk úgy maximális sebzést, mert átüzett volna minket a repesztövedék. 6400 belült sebzésre tartunk már is, 13 talált lövés. iHawk pedig most betöltött az APCR-t, az Orange lőszert. Végül is ezt azzal lehetne már, bár én szerintem mennyi is az a... Ja, 560 átlagsütés és 276-os átütés. Nem tudom, hogy egy E100 ellen miért kéne még ennél is több átütés. 352 a rendőrszerrel. Gondolom biztos el kell menni, főleg, hogy most már csak ketten maradtunk, nem is figyeltem a csapattársaink állását. Az előbb még egész jól álltunk, viszont most elhullottak páron a VTF Panzer 4-et, aki egész meccs folyamán alig volt életereje, végül elkapta a Lorraine 155-51. Miért akarok 40 tonát mondani? Viszont az E100-nak ismerjük a pozíciója, itt átkelt. Idol-lal pedig akár be is keríthetjük. Feltételezem, hogy mostanában ő is újra töltött, hanem majd a töltve, igen. A picit gyorsabb a töltés ide, mint a Waffentrogernek. Az igazán érzékeny erre a járműre, meg úgy általában a revolveresekre, hogy tudni kell, mikor érdemes újra tölteni. Csak mindegy, hogy a célkereszt nem arra néz. Ugye a replayek érdekesen működnek, és wow! Apicerre lepattam az utolsó lövés, valamiért a Lance Tabát lőtte meg kétszer is. Egy egész tárkát az alacsony HP és E100-hoz. De az AMX-12T és a tüzérségekkel szemben szerintem elegendő lesz a normál lőszer is. Ha az AMX-12T-ről lepattam egy lövés, mondjuk a Lance Tabát lő, vagy hasonló varázslatos dolog, ami ugye EHC-MX-ekkel is szokott lenni, azt úgysem oldaná meg az arany lőszer sem, hogyha a normál lőszer nem oldja. Nem ütné át, nem sebezi meg. Szóval érdemes előre indulni, még mind a ketten elég szépen állnak életerőben, bár mindkét tank érzékeny tüzérségi lövedékek, az nem a legpáncélozottabbak. A Lorraine 75 jön spottolni. Fú, a becset! Hogyan tudta 1200 HP-ról megölni? Lehet meglőtte volna a GVS-száz is, nem tudom. Wow, ez gyönyörű lövés volt, láthatatlanban kilőtte a Lorraine-t. Ráadásul valószínűleg mozgás közben is volt. AMX-12-nél fennakadt, Ammorek 601 HP. Annak nem 600 HP-ja van összesen az AMX-12-nek. Mi fene? Lehet én emlékszem rosszul az életreire. Most csak egy GVS-száz, meg egy Batchet 155-55. Ez a 9-es szintű Batchet, szóval ennek nem revolveres a tárja, legalábbis úgy tudom. Hogy ez még nem revolveres, csak a 10-es. Bár mostanra valószínűleg betöltött, ugye francia artiról beszélünk, szóval elég gyorsan tölt, és lassan a GVS-száz is végezni fog vele. Mármint a töltéssel. Be vagyunk spottolva, valahol itt vannak a környéken a tüzérek. Sikerülne elkapni mindkettőt, az 9 kill lenne, meg ugye egy győzelem. Fú, az bajos volt. A GVS-szel szerencsére nem tudta előni magát, egy lövésből ki tudtuk nyílni, viszont a Batchet megcsípett. De nem sebzett túl nagyot, 3-26, csak splashből. Nem volt közvetlen a találat. Csak a környékünkön robbant a lövedék. És ugye a MyHawk azon gondolkodik, hogy neki kell foglalni, mivel a Batchet hamarabb elérheti a mi bázisunkat, mint mi innen az övékét. Ez érdekes lesz. Másfél perc alatt vajon haza tud érni a Waffentroger bázisunkra, hogyha meg kéne védeni, mert ha a Batchet hamarabb beér,
vagy egyáltalán 5 másodpercen belül beér, mint ahogy mi beérünk az ő foglalási körükbe, akkor döntetlen lesz a meccs. Viszont vannak itt ugye az északi oldalon ezek a majdnem függőleges dombok, elég meredek dombok, és nagyon nehéz rajtuk átkelni, időigényes, szóval lehet, hogy a másfél perc nem lenne elegendő hazaérni. Mert magas végsebessége van ennek a Waffen Truggernek, viszont a gyorsulása nem a legjobb, ugye mégiscsak egy több mint 100 tonna sem, legalábbis feltételezem, hogy több mint 100 tonna, végül is az E-100 magában 130 tonna körül van, 150. A foglalás összejöhet, a becset pedig találomra lövöldözik. De ennyi idő alatt még vagy kétszer újra tudom tölteni, kicsit felgyorsítom a replayt. Csak fél percet kell várni, hogy kiderüljön a végeredmény. Négy perc van csak hátra az ütközetből. Kávátlen lenne a reszetelne minket. Nem tudom, nem tudom, feladta volna. Érdekes. Normál sebességem még 10 másodperc van hátra. Aha. Hopp! Ahogy a becset. 9 kill és foglalás. Még az a becset nem rossz átszai van, de ugyebár szerintem azt még nem állították vissza. A pontosságát visszakapta a tüzérség, legalábbis ha a papíron nem is kapták vissza, de gyakorlatban sokkal pontosabbak, mint 9.0 előtt voltak. Viszont az átszállásokat talán nem kapták vissza jelenleg, a tüzérségnek nagyobb olyan a mozgás közbeni átszállja, meg a lövés utáni átszállja, mint egy nehéz tanulnak. Azért spottaltuk fel a becsetet. Arra emlékszem, hogy még réges-régen, amikor volt grillém, jó kis elit alakulatos átszállásos legénységgel, festéssel, akkor egy... Mennyi az a minimum látótáv? 15 méterre kell lenni egy járműtől, hogy lássuk falon keresztül, azt tudom, hogy... Mellettem haladt már kb. 40 méterre kb. egyes, úgyhogy én bokorban álltam és nem vett észre, szóval... Régen nagyon jó átszájuk volt a tüzélyeknek, és az a becset is elég sokáig húztam, mielőtt észrevettük. A szavazás második helyezettje pedig a Leopard 1 volt, Verrugt és István szakasza, HRA és HRB. Úgy látom nagy fannyaim lehetnek a HR-ben, hogyha állandóan tőlük kapok replayeket, olyan nincsen semmi gond persze, örülök, hogy bemutathatok ilyen minőségi ütközeteket. Szóval a Leopard 1 TR-10-es német közepes tank, ugye a második generációs, az első az E50, nem lesz pedig az újabb. Ez abban különbözik az E50-től, hogy míg az E50 lassan gyorsul, de nagy a végsebessége, ez gyorsan gyorsul és nagy a végsebessége, mivel egyáltalán nincsen olyasmi páncélja, mint az E50M-nek, ami lehúzná a sebességét. Tulajdonképpen semmiféle páncél nincsen. Ez volt a világ első main battle tankja, legalábbis én úgy tudom, ami annyit akar, hogy lemondtak a... hát a tanktervezők, vagy nem is tudom minek nevezzem, a államok hadseregei arról, hogy külön kategóriákba soroljanak nehéz tankokat, közepes tankokat, könnyű tankokat. Helyette main battle tank, egy olyan tankfajta, mind a három szerepet képes betölteni. És ez ugye az 1960-as években indult ez a Leopard 1 tervezet, talán 60-as vagy 70-es években. Amikorra már úgy vélték, hogy a páncélzatnak semmi értelme, mert úgyis bármilyen páncélt tudunk készíteni egy tankra, bármilyen vastag, lesz egy ágyú, ami azt átüti. Tehát ennek következtében a Leopard 1-en szinte semmiféle páncélzat nincsen, talán egy 50 mm, ami géppisztolyok, meg kisebb fegyverzetek ellen véd, de tanklövegek és tankromboló fegyverek ellen nem. Helyette inkább a mozgékonyságban gondolták, wow, eltaláltunk valamit, és a voicepack szólt, pedig nem is láttuk, jó van. Nem voicepack, a normál hang. Szóval a sebességben látták a védelem legjobb kulcsát, mozgékony, és egy pontos ágyúja van, ugye ez meg egy brit ágyú. Nem jut eszembe a neve hirtelen, de ugyanez van a Centuriókon, vagy éppen az F-vén, TR-10-es brit közepes tankon. Az töltés idője nem a leggyorsabb, bár nem is lassú, hát egész valamennyi esetleg 2 másodperc környékén lehet. Az átütése
tudom fejben mondani, 268, az biztos, hogy emberes, illetve 390-es átlagos sebzés, ugye. A szovjetek abban különböznek, hogy gyorsan töltenek, kevesebbet sebeznek, 320-ot általában, minden más TR-10-es tank pedig 390 szokott lenni, az Assassin kivételével persze, annak 440. Szóval Erlenberg a pálya, délen kezdtünk, szakaszunk felrúgtak, úgy látom egy epic player, Lila, és ilyen emberek is küldenek be nekem a replay-eket, értitek? Tehát én egy nyomorult kis zöld vagyok, egy átlag játékos, és mégis kapok Lilától replay-t, azért ez mindenképpen megtisztelő. Szakasztása pedig István, 1996 HRB-ből. Ezt már említettem, mindegy. És egyelőre regálban vagyunk, bár az ellenségnél már egy E100 is elbukott, nálunk viszont 3-9-es is oda veszett. Szóval egyelőre talán mi állunk picit rosszabbul, de a HR még esetleg... Tehát nem esetleg, a HR-nek még biztosan lesz beleszólása a meccsbe. Azt akartam mondani, hogy esetleg megfordíthatja, de hát nincs még egyelőre mit megfordítani, az még nagyon korai ez az ütközet. Majdnem eltalált a 1390, de az is ugye gyorsság. A 1390-nek sincsen páncélata, mégsem olyan egyszerű elpusztítani, mert annyira gyors és annyira apró. A Leopard nem annyira apró, mert ugye ennek az ágyúnak kell egy szép kis platform, amire rá lehet pakolni ágyút és tornyot, de a sebesség az megvan. A lopakodás is, biztos vagyok benne, hogy jó kis átszázása van ennek a járműnek. Eljutni inkább nehezebb felé, tehát még az Indian Panzer is ugyan jó 8-as szinten azzal az ágyúval, amit kap 2-18 átütéssel, tier 8-ban közepes tankként. Viszont aztán van a Leopard prototype, amire szoktam hallani panaszokat, mivel majdnem akkora, mint egy IS-8, és még kevesebb páncélzata van. Ellenséges 110, azért van látótáv is nem kevés, 400 méter összeszem ennek a járműnek is a látótávja, szóval még a bázisunk környékén nehéz tanokat is tudjuk lövöldözni, akik áttörtek egyébként, szóval muszáj lesz őket lőni. Nagy befoglalják a bázisunkat. Ilyen távolságban az átvált felselemezét nem ütjük be még 268 mm átütéssel sem. Az a 110 viszont elég közel van a bázisunkhoz. Hát elcsípte az oldala. Pont úgy találtuk el olyan szögben, hogy lepattant. Pedig a 110-nek elméletben nincsen üreges páncélja. Csak a 9-es szintű kínainak. Megkönnyítjük a T-115-ünk munkáját, a 12-t is böködi a Tiger 2-t. Mókás volt. Tiger 2-t időnként összekeverem a 75-tel, most is majdnem azt mondtam, mert ugyanúgy néz ki a két jármű. Szóval, közben most már mi állunk jobban, az ellenség már... hát nem vesztett több 10-est, viszont jó pár 9-est, mi pedig ugyancsak néhány 9-es, de 10-esünk még mind megvannak. T-115-nek a torony oldalát ilyen szögből. Á, most jobban beforgatta, talán sajnos nem találtuk el. A Landstop elnyelte. A T-115-nek semmiféle oldalpáncél nincsen, viszont a Landstop az elég szivatós, majd hogy nem mint egy kávé egy Landstop Tier 5-ben. Alapvetően valami ilyesmi játékszűrt tudok elképzelni. Az Indian Panzerrel is kisebb szinte a 8-asoknál, meg a Leopard 1-el is ki kell használni a sebességet, de nem Batchettel vagyunk, nincsen revolvertárunk, hiába vagyunk olyan gyorsak és annyira papírok, mint egy Batchett. Az kisebb nálunk, gyorsabb nálunk és revolvertárja van. Nekünk inkább ez a Sniper közepes tank az, ami fekszik. Hasonló, mint egy Hellcat. Ugye a sebességünk nem arra van, hogy felderítsünk vele, meg flankoljuk az ellenséget. Bár ezzel még lehetne flankolgatni, de akik felderítenek Hellcattel, azok hamar meghalnak. Ez a sebesség inkább arra, hogy nagyon gyorsan tudjunk pozíciót váltani, hogy a lehető legelőnyösebb helyekről tudjunk sniperködni. Mert mégis csak arra van tervezve az ágyunk, nem pedig közarcra. Közarcra is lehetne használni persze, de nem annyira hatékonyan, mint egy szovjet medet, amit arra találtak ki. Ugye azoknak vastagabb, döntöttebb páncél van általában, és kicsit gyorsabb töltése, még ha kisebb is a sebzése, a percenkénti sebzése azt hiszem nagyobb. T-34, az ágyúsérésünkkel nehéz egy picit bíbelődni, illetve fel is lettünk spottolva. De ilyen szögből be tudtuk ütni, István pedig kivégezte. Szóval a Velruknak eddig még nincsen kíje, viszont van 4000 sebzése és szerintem már egy Confederate, azaz Stein segédmedál is megérdemelt.
Ellenségnél pedig már csak egy rakás német TD van, meg az a T-115, aki a városban kinyírt három tankunkat. Még nem sikerült megállítani. Centurion Mark 1-ünk viszont jó pozícióban van afelé, hogy spottolhasson errefele. Most jelentett annak az ideje, hogy a két Leopard 1-es viszonylag jól megmaradt a kiáterőben, elkezdenek közel arcra fókuszálni, kinyírni a megmaradtakat. Azt az R3-et jól le lehet vadászni, bár a Jagdtiger valószínűleg még mindig a vár környékén van, az R3 pont nem erre néz, bár a toronyforgás ideje az irrealisztikusan gyors, szürrealisztikusan az inkább más. 115 aranylőszerre belőtte az oldalunkat, nem mint a kéne neki bármilyen több, mint a normál. Sőt, a Leopardot esetleg meg lehet kockáztatni repeszlőszerrel is lőni. Ismét belőtt minket, picit kínosan beleakadtunk abba a roncsba mellettünk. Nehéz volt meglépnünk, szóval két lövést is kaptunk, illetve az R3 is erre figyel. Beruk megkísért egy sideswipet, de ez nem az a tank, amivel igazán lehetne sideswipelni. Ugye van most az új japán tank, az STB-1. Azzal esetleg működhet. Az olyan, mint egy Leopard 1, csak jobb páncélt. Ugye újabban jött ki, mint a Leopard 1. Jobb, mint a Leopard 1 érdekes módon. Tehát, hogyha valakinek tetszik az a játékstílus, amit a Leopard 1 mutat, viszont kevesen a páncélt. Az STB-1-nek sincsen sokkal jobb páncélja, viszont jobban ki van dolgozva, mind az oldalon, mint a frontján. Illetve a tornya azt hiszem még ugyan jól páncélozott. Sajnos Verruth mostanra egy lövésnyi életerővel bír csak. Az R3 meg a T-115 jól leszedegetett minket, most már csak 240 életerőnk van. Nem is kell már repeszlőszer ránk, elég egyszer eltalálni minket. Lepattanja nem valószínű, hogy lepattanna bármi. Pont a T-115-nek pont kilátszott a torony hátulja, ki is használtuk. Sziba volt a részéről, most már csak két német tankvadász maradt az ellenségnél, viszont az egyik egy VTF-100. Ahogy mondtam, a VTF-100 olyan, mintha lenne ellenünk egy Jagdtiger. Jagdtigert be tudjuk lőni alsóan, ezből a VTF-et meg felül, szóval az mindegy, hogy a Jagdtiger elvileg páncélottabb olyan sokat, az a páncél sem ér már TR-10-ben. Szóval van egy VTF-100, ami tulajdonképpen 6 Jagdtiger erejével ér fel, ugyanis ugyanaz az ágyú van rajta, mint a Jagdtigeren, csak 6 lőszerrel egy tárból. Szóval összesen 7 560 átlag sebzéses lövedék, amit azonnal ki tudnának ránk lőni, hogyha felszpottanak mind a ketten. A Jagdtigere neki állt védeni a bázisát, azon ment kempelni. VTF is valószínűleg a környéken lesz. Nézzétek a sebességét a két Leopardnak, 60 km/h száguldanak át a pálya túlfelére, 67-66, ugye lejtünk kicsit gyorsabb. És ami a lényeg, hogy borzasztó gyorsan tudnak pozíciót váltani és meglátni az ellenséget ott, ahol nem szállítanak rá. A VTF sem figyelt ránk, és meg is semmisítettük. Spottoltunk az E100-nak, aki precízen célzott és megóvott minket bármiféle sérüléstől, mielőtt a VT ránk lőtett volna. Szóval csak egy Jagdtiger van, magányosan egyedül. El kéne érni, hogy Verruthot ne ölje meg, mégse legyen neki még egy kill, és el is lőtte magát. Még egyszer nem lesz lehetősége újra tölteni. Lánctapra vagy. Sajnos ezt nem sikerült eltalálni, de annyira nagyon már nem számít. Megegyeztek egy 2-2 kill-es meccsben, épp nem testvérség, de azért ez se rossz TR-10-ben. 6600 vagy sebzés, gratulálok. Végül, de nem utolsó sorban pedig, a német acél után egy kis amerikai. T-57 Heavy, Milansko, azaz Milán prezentálásában. Ő a Hadem klán tagja, ugye a Haddal már korábban volt klán bemutatom, a Hadem pedig a tengerészgyalogosok, hogyha jól emlékszem. Vagy legalábbis tengerészek. Az biztos, hogy csíkos a pólójuk. Szóval TR-10, két VTF-szel is van az NS-nél, szóval
komoly kempet tudnak majd nyomni a bázisuknál, elég veszélyes. Két IS-7 is van, meg két szovjet közepes tank, majd hogy nem ugyanaz a kettő, szóval elég jó felállás az ellenesnél TR-10-esekből, még TR-9-esek se gyengék. Nálunk pedig FV-215B, az inkább TD, mint nehéz tank, komolyan. Egy IS-7, egy T-57, Jagdpanzer-100, VTF-100, picit vegyes, és mintha az ellenesnél egy több 10-es lenne, ráadásul az egy több 10-es egy VTF-100, szóval érdekes felállás, izgalmas ütközetnek nézünk elébe. És borzasztó laggos ütközetnek, ugye 24-25 az, amilyen most játszol le a Ripley-t, vagy hát amivel nekem tudja futtatni, viszont mikor Milan játszott, akkor ez 20-17-16 FPS volt, azért látszik, hogy 9.0, de se lehetne tagadni. 16-14, zoomba még laggosabb, mint egyébként, lehet nem pont jók a beállításai. Az mondjuk biztos, hogy a játék sem teljesen optimalizált, tehát nem kéne ennyire szigorúnak lenni a gépigénynek. Na mindegy, 1-es-2-es vonalon indultunk el, T-57 helyével. Mögöttünk eltmölt is 8 picit le van maradva, viszont van mellettünk még T-69, bár ezen a szinten az ágyúja. Nem sokat ér, ugye 173 mm alatt, és aranylőszert lesz kénytelen betölteni, ami 250 mm környékén van. Felszpotoltunk egy 50-100-at. Ha jól tudom, annak is annyi lőszre van, mint nekünk. És ott a palacsinta, nézzétek meg mennyire lapos nyavaja. TR-8-as szovjet közepes tank, az Object 416. T-54 ágyúja van, és akkor mint egy LCMX. Nem tudom, feltünk ezt spottól van-e Milánnak hatodik érzéke. Minden esetre 4 lövésből 4 talált. Ez a lényege a revolver tározásnak, hogy számítsanak a lövéseink. Azért, hogy a csapatást sebzés lett volna, de nem volt kék szám, szóval valószínűleg nem. Feltünk spottolva szerintem, de a hatodik érzünk, mintha nem lenne. A T-57 újratöltése pedig ennek a 4 lövedéknek. Ez aztán a zoom. Nagyjából 23 másodperc, tehát valamivel gyorsabb, mint az AMX-50B-nek. Mindenképpen gyorsabb, mint az 50-120-nak. És igazából meg lehet vele lenni, tehát az a 23 másodperc is hátrány, amíg nem tudunk újra lőni, de nem kibírhatatlan. Most viszont egyet lőtt Milan, azt már lőtte, és azután újra is tölt. Gondolom úgy sejti, hogy mindjárt szüksége lesz a teljes tárra, főleg, hogyha oldalba akarja támadni az ellenséget, vagy viszont a bázis fel, nem is tudom. 8-as, 9-esen ott ugye van az a kis tengerparti, mi a fene ez egyébként, egy folyó? Folyópartnak nevezzük inkább, talán arra jobban hasonlít. Folyóparti kis gátszakasz, ott éppen elég sok nehéz tank, illetve egy VTF-100 is kezd áttörni. Illetve a városban sem állunk olyan nagyon fényesen, bár ott még tartja egyelőre magát a csapat. Itt kéne egy picit dominálni. M153-153-123-ba tudjuk őket támadni, meg tudjuk őket lepni. Az előnyös lenne frontból, pedig az is 8 érkezik, szóval két tűz között tudjuk őket tartani, csak nehogy az is 7 meglepjen minket. Az 50-100 ugye revolveres, érdemes lenne először belevégezni. Ki is gyújtotta, nem kellett rá többet lőni, így az 50-100-ba több jut. Sajnos nem elegendő, hogy kivégezzük, de elegendő, kigyújtottuk őt is, wow, két tűz. Szerencsés. Az is lehet, hogy Milan tudja, hogy hol kell modulokat lőni ezeknek a tankoknak, nyilván a hátuljuknál ugye. A motortüzet akarunk gerjeszteni. Ha németek lennének, akkor meg erről kéne. Vagy hátulról, azoknak tök mindegy. IS-7. Kicsit kevesebb HP van, mint mi. Viszont nagyobb ugye az átlagsebzése, nekünk 400 lövésenként, neki 490, viszont nekünk abból a 400-as lövedékből 4 darab van. Szerencsésen sebzünk, akkor még ki is végezhetjük egy tárból. Lepattintottuk valahogyan. 57-57-nek nincs valami vastag páncélt, de ami van, az pattogós. Ha nem céloznak precízen. Még egy lövés szerencséset. Francba. 397, 23 HP-t bennehagytunk, most pedig 20-valahány másodpercig nem tudunk újra lőni. És hét addig még kétszer is meg tud minket lőni. Az eltölt pedig leállt a városban lövészködni. Még egyszer megsebett minket, szerencsénkre egy pici belátlag alatt sebzett, nem okozott túl nagy kárt bennünk. Bár a lánctapot nem tudom biztosan Milan miért tette föl, talán hogy az is hét ne tudja körbe táncolni, amíg le van láncolva, és még egyelőre tölt.
két lövés kell bele, ugye az isétnek vastag üreges páncélt van az oldalán, a tornyát pedig nem lehet belülni sehogyan sem, ez egy olyan varázstorony. De végül sikerült elcsípni úgy az oldalát, hogy átütöttük. Még egy tányi normál lőszerünk, utána pedig már csak arany és repesz. Ja, megálltunk a töltés mellett arra is, hogy picit provokáljuk az ellenfelet. Stock STI, hogy átütt minket BL9-e is elegendő, hogy mondtam a T-57-nek nagyon gyenge az alsó lemez a páncél frontján. Egy tárval pedig nem tudtuk kiégezni az STI-t. Illetve most újra is kell töltenünk, ő pedig, hogyha eljönne értünk, amíg töltünk, és szerencsésen sebb, ez ugye 3-9 az átlag sebzése, nekünk van 406 HP-nk, ki is nyílt minket, tier 10-es nehéz tanként. Ahogy mondtam, az alsó lemez a nagyon papír is elég nagy darab. A felső lemeze már trükkösebb, de az alsó az érzékeny. Íj, amúrek is nincs több javítunk. Szerencsére revolvertárosoknál lövések között nem számít, hogy amúrekkel vagyunk. Tehát a lövések közötti idő az nem lesz hosszabb, épp csak az újratöltés a teljes tárnak. Tehát most ez a négy repeszlőszer, VTF ezen a négy repeszlőszer betöltése nagyjából 40 másodpercet fog igénybe venni, ha nem többet. Illetve csak 36 HP-ing maradt. Szerencsére átlagolat sebzett, viszont az amúrekünket elvitte az ST. Tehát völtnek, hát ő sem nagyon tudja tankolni, a VTF az ugye 560 átlagsebzésre mind a kettőnket meg tud ölni. Kettő lőszerével. Akinek van még HP, a Centurio Mark 7, ő hogy áll, 650 neki is a sokkal jobb, 50-120, az meg már ott a völgyben van, szóval jelenleg itt magunkra vagyunk maradva. Esetleg a Centurio tud sniperködni onnan túl végről. VTF előtt két lövést. Shrunk figyel, gyorsabban céloz, mint mi, szóval nem érdemes elélni. Szinte nincs is célzás ideje annak a nyavajának. Viszont amíg ránk figyel, addig az E-75 tudja még böködni. Így ez most megint felé néz. Megkockáztatunk egy lövést, sőt most mozgásban van akár többet is. Szép lövések, ugye a repesztőszerrel belőttük a tornyát könnyedén és győzelem. A völgyben sikerült a csapatást megállítani, nekünk pedig csak ezzel az oldalak kell foglalkozni. Top Gun, több mint 8000 lövés sebzés. Hát gratulálok, szép munka.